amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gombra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek. Na, még épp időben vagyunk, mert a Wall Street nyitás még arrébb van egy bő 7 órával, úgyhogy mindjárt meg is beszéljük, hogy mit érdemes addig átnézni. Bodnár Martin, az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötője segít nekünk ebben. Szia, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, nézzük, hogy így a gyors jelentési szezon, hát elején még gondolom, milyen hírek, infók vannak, céges hírek, milyen egyéb információk mozgathatják a piacokat. Lassan nehéz egy hétfőt nem azzal kezdeni, hogy előző héten ismétetlen ugye új csúcsra vagy csúcs közelben emelkedjenek az amerikai részvényindexek. Ismételten az S&P és a Nasdaq új csúcsra, a Dow pedig megközelítette a csúcsát hét elején, majd később egy kicsit visszaesett. De ugye ezt többen annak tudják be, hogy inflációs félelmek kezdtek ugye terjedni ismételten a piacon. Júniusi inflációs áremelkedés ugye az 5,4% volt év per év alapon, a várt 4,9%-kal, erre 13 éve nem volt példa ilyenre. De egyébként azért jó hangulat van összességében a piacon. A héten is lesz azért több esemény, még a jelentéseken kívül is, amit érdemes lesz várni. Az USA-nak a legnagyobb félvezetőgyártója, az Nvidia, július 19-én 4:1-hez való részvényfelaprózódás fog végrehajtani, tehát július 20-ától kereskedni fogják már a módosított árral a részvényeket, ez azt jelenti, hogy 4-jel osztódnak a részvény árfolyama, és 4-szer több részvényt kapnak a jelenlegi tulajdonosok. Szintén kedden Jeff Bezos, az Amazonnak a vezetője, a Blue Origin-nal űrutazást fog végrehajtani. Itt ugye egy ilyen érdekesebb hír, az az lesz, hogy volt egy hely, ami ugye 28 millió dollárért kelt el, itt lemondta a vásárló ezt az utazást, és helyette egy 18 éves fiatalembert fog magával felvinni, Jeff Bezos. Ezzel egyébként a legfiatalabb és a legidősebb asztronauta is egy időben lesz ott az űrhajón, mert lesz egy 82 éves úriember is a fedélzete. Ez érdekes, igen. Időpont ütközésre hivatkozott egyébként az úriember, aki lemondta. Mi várja a szerelőt, ott van a vízszerelőt. Igen, nem tudom. Majd jelentkeznek az ügyvédek, hogy ilyenkor mennyit kell kifizetni a 8 millióból, de jó is, hogy egyébként, hogy ezt említetted, mert pont Heuréka élmény rovatunkban a 9-es blokk végén erről fogunk beszélgetni. Egyéb hír még érdekesség, hogy a Moderna, ugye most az egyik nagy vakcinagyártó, előző csütörtökön bejelentette, hogy S&P 500 tag lesz július 21-től, tehát itt a héten. Ez azt fogja jelenteni, hogy rengeteg indexkövető instrumentumba, aktívan kezelt alapba, nyugdíj alapba fogják vásárolni a papírjait a Modernának. A bejelentés óta egyébként 16%-ot emelkedett a részvény árfolyama, és az Alexion Pharmaceuticals helyére fog bekerülni. Idén egyébként 150%-ot ment ez a papír. Itt a apróbb ilyen vállalati társasági eseményeken kívül lesznek ugye természetesen a jelentések. Szerdán nyitás előtt fog jelenteni a jelenleg ugye COVID vakcinákkal is foglalkozó, és a Modernának az egyik konkurense, a Johnson & Johnson. Itt van egy 2,29 dolláros részvénykénti eredmény várakozás az elemzők részéről. Itt egy éve ez 1,36 dollárról, 22,5 milliárdos árbevétel növekedés, tehát hogy azért szépen növekszik a Johnson & Johnson. Negyedéves számokon túl fontos lesz még azt is nézni itt a guidance-be, hogy a COVID vakcinák további terjesztésével kapcsolatban milyen információkat fog publikálni a Johnson & Johnson, illetve a hatékonysága a delta variánssal szemben a COVID vakcinájának. Tehát ez mindenféleképpen érdekes lesz, meg az is, hogy hogy fog a számaira azt hatni, hogy kezdetben itt azért gyártási problémái voltak a Johnson & Johnsonnak. 10 napig szüneteltetve is volt egyébként áprilisban a gyártás, itt a bérőképző hatása miatt, és egyébként is az FDA, az amerikai ugye egészségfelügyelet többször is
több ilyen apró problémával, meg kérdéssel szokta azért megtámadni a Johnson & Johnson, tehát hogy ez egy nyílt titok igazából itt tőzsdei berkeken belül is. Egyébként még amit érdemes kiemelni a céggel, hogy üzleti tevékenysége továbbra is erős, és hogy a COVID oltások hatására egyre több nem kötelező műtétet is hajthatnak végre a kórházakba, és ez nagyon jó tesz itt az egészségügyi eszközök eladásaiban, mert ebben is foglalkozik nagyrészt a vállalat. Pénteki záróára 168,1 dollár volt, ami 7% pluszt jelent idén. Érdekes, tényleg érdekes a jelentés. Kicsit áthajózva a tech papírok irányába, itt a Netflix, ő pedig kedden fogja piaczárás után publikálni a második negyedéves számait. Itt 3,16 dolláros részvénykénti eredményvárakozás van, ez 18,5%-kal kisebb az előző negyedévhez képest, és 7,32 milliárdos profitár bevételt várnak a cégtől. Az előző negyedévben az új feliratkozó szám már egyébként jelentősen csökkent, itt 4 millió új feliratkozóra sikerült szert tenniük, ez 2 millióval volt kevesebb, mint amit vártak. Összesen egyébként 200 millió feliratkozója van a Netflixnek, és erre a negyedévre pedig 1 millió új feliratkozót várnak, ez lesz valószínűleg a Netflix történetében a leggyengébb negyedév ebből a szempontból. Ezt egyébként annak köszönheti, hogy főleg megjelent itt ugye a Disney plusz az Amazon Prime-nak egyéb olyan tartalma, amire rengeteg feliratkozója van, és azért elvonza a Netflix nézőket is, és ugye a mozik is újra nyitottak. És a mozik cégek között is rengeteg új megállapodás van, például a Cineworld és a Warner Brothers között. A Cineworld ugye a második legnagyobb mozilánc. Itt például az, hogy 2022-től 45 napos elővetítési joga lesz a moziknak, és csak utána lehet streamelni. Ugye azt pedig már tudjuk, hogy 2021-ben ez a Warner Brothers filmekkel úgy van, hogy az HBO Max streamelheti egyidejűleg, ahogy a mozikba kerülnek ezek a filmek. Egyébként érdekes még megemlíteni, hogy a COVID előtt 90 napos elővetítési joga volt ezeknek a cégeknek, próbálják azt, hogy azért párhuzamosan működjön a mozi, meg működjön a streaming szolgáltatás, és egyébként Netflix pont egy kicsit próbál kikacsintani más irányokba is, azért, hogy azért fent tudja tartani az új feliratkozó számokat, és itt a gaming piacra fog átmenni, és egy ilyen game streamer felületet fog 2022-től gaming streamer felületet létrehozni, nem fogja extra megterhelni a feliratkozókat, viszont egy ilyen új piacra, mint a Microsoftnak, ez a Gaming Pass, vagy pedig a Googlenek a Stadia-ja, ilyen irányba fog elmozdulni. Fel is vett már egy úriember, Mike Verdu-nak hívják, ő a Facebooknál és az EA Games-nél volt videójáték vezető, tehát hogy elég komoly szándékai vannak a Netflixnek egyébként erre a piacra betörni. Itt a pénteki záróár 530.31 dollár volt, ez -2%-ot jelent idén, ami egyébként azért egy gyenge teljesítmény, mert a Nasdaq meg 12%-ot ment, és jelen pillanatban is ilyen egyéves sávozódásban van, úgyhogy nagyon érdekes lesz, hogy ki fog tudni törni ebből a lassú sávozódásból. Oké, hát Martin, köszönjük szépen, azért zajlik itt az élet, uborka szezon meg július ide vagy oda, úgyhogy majd figyelünk ezekre a számokra, a hírekre. Köszi, hogy megosztottad velünk ezeket. Jó munkát, szép napot! Nektek is, sziasztok! Bodnár Martinnal, az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötőjével beszélgettünk. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt.